festő ember szeretet nélkül nem lehet. Aki igazán, hát aki igazán tud érezni, hát az érez az embertársa iránt. És ennek az érzelmi gazdagságnak ennek pontosan nyoma van a művészetében. Ennek az érzelmi gazdagságnak. De ha ez hiányzik belőle, mondjak ilyen példát. Nagy nevet tudok mondani, Ferenczi Károly, Csók István, aki egész életében fejedelmi módon élt, a papája főispán volt, hatalmas nagy urodalommal, vagy akár a Csók Pista. Tejbe vajba fürdött minden reggel. Nem ismerte még a küzdelmet sem az emberbe, sem a művészetében, ez a mély, ez a szociális érzelmű, ez a humánus ember gazdag megközelítésnek az érzelemvilága hiányzik a művészetéből. Így van polgári jólét, köröszpapa reggelie ott a vajas kenyérrel, vagy Ferenczi Károlynak, csak annyi az egész, ugye, hogy egy erdősírje, ott egy finom lírai hangulat, és a madárdal, tudod, ez a finom, ez a bensőséges líra, ugye, de hát hiányzik belőle az emberi küzdelem. Évtizedekig kijártam oda az emberek közé. Hát úgy mondhatom, hogy egyik másik szinte nagyon jó, megértő barátommá vált. Nagyon egészséges emberek, jól gondolkozó emberek, és úgy szerettem őket nagyon, és szerettem velük elbeszélgetni. Hát nálam ez egyben az ismerkedés módja is volt, hogy az az ember, akivel én foglalkozom, hát azokat mindig szerettem egy kicsit úgy körültapogatni, kicsit úgy belülről is megismerni, úgy lesz egész a kép, úgy mutatja meg a lelki világát is az embernek. Volt eset, amikor úgy próbálták számon kérni is tőlem, hogy hát ez dolgokat én miért festem papírosra. Tudnélik, én erre azt mondtam, hogy egy az, hogy mivel én az anyagomat is, tudnélik ezt a glutalinos temperát, amit én hát magamnak így, hogy úgy mondjam, kisajátítottam, és kialakítottam, kifejlesztettem olyan módon, hogy ez rám jellemző legyen. Én hát az volt az érzésem már akkor, hogy én nagyon jó kontaktust találtam a fehér papírossal. Hogy ezek az anyagok nagyon alkalmasak voltak a fehér papíron dolgozni. A fehér papír tisztán fogadja be a színeket, ha ilyen módon kell alkalmazni, és különféle rafinériákat elbír, átvilágítási ereje van, stb. Úgy érzem, hogy egy nagyszerű kontaktust találtam a papírossal. És hogy ezt a papírost miért hangsúlyozom annyira, tudnék, az akkori idők és a velem szoros kapcsolatban lévő anyagi viszonyok, ugye, arra szorítottak rá, hogy én hiába vártam volna arra, hogy én drága belga vásznakat tudok magamnak vásárolni, és én csak azon keresztül tudok fejlődni, mert ha ez így lett volna, akkor ebben az esetben nekem az Ernst Múzeumban nem lett volna egy nagy kiállításom, mert nem tudtam volna magamat megmutatni. És mivel a festőnek meg kell mutatni magát, hát azért választhattam én ezt az utat.
ami engem egy kicsit boldogít, hogy amire én az életemet áldoztam, az a humánum, az az ember szeretet, amit én akartam adni a művészetén köröztül, azt az embertársaim megértették. Megértették. Azt nem kell bonyolultan magyarázgatni, nem kell agyonbeszélni, hanem azt egyszerűen azzal az állásfoglalással adom át a nézőknek, akik a művészetet szeretik, hanem a művészetnek hatni kell a nézőre. Hatni kell. Ami nem hat a nézőre, azt én hiába próbálom agyonmagyarázni, sosem fogja az illető se szeretni, sem megérteni. És ez az egyben az a kultúrmisszió is, ami a művészek igazi feladata.